Szeretettel köszöntök mindenkit a március 15-e alkalmából megrendezett ünnepi műsorunkon. A megemlékezés előtt énekeljük el közösen a himnuszt. Tisztelettel köszöntök mindenkit a hagyományos március 15-i ünnepi megemlékezésünk alkalmából. Ma, ezen a tavaszi napon ismét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékelőt tisztelünk. Immár 173 év telt el történelmünk egyik legnagyszerűbb időszaka óta. A mai napon viselt piros-fehér-zöld kokárda, a nemzeti dal, a 12 pont, a Piavax Kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Táncsis Mihály nevei, a márciusi ifjak, mind-mind fogalommá vált kifejezések, melyekről minden igaz magyar embernek, március 15-ének dicső emlékű ünnepe jut eszébe. De mire is emlékezünk? Azokra a bátor emberekre, akik készek voltak mindenüket feláldozni. Egy számukra fontos dologért. És mi volt ez? A haza. Az ország, amelyben ma is élünk. Büszkék lehetünk, hogy mindig is kiáltunk bizonyos számunkra fontos értékekért, mint az igazság, a szabadság, az országunk. Ha ilyen őseink voltak, mi se adjuk alá, és legyen útmutatás számunkra az ő tettük. Ezek a hősök tekintet nélkül nemzetiségükre vagy vallásukra az életüket kockáztatták a magyar felemelkedésért. Fontosnak tartották azt. Vajon mi is annak tartjuk? Jelent nekünk valamit az a szó, hogy hazaszeretet? Szeretnénk megőrizni és ápolni hagyományainkat, szokásainkat, kultúránkat? Ha igen, akkor értékelnünk kell ma is azt a kiállást és erőfeszítést, amelyet ők meghoztak. Mi, mai felnőttek, akik szeretnek benneteket, és szeretnénk, hogy boldog, biztonságos életetek legyen, mindent megteszünk ezért. Szeretnénk megőrizni őseink nyomán ezt a földet, azokat az értékeket, amelyeket ők ránk és rátok hagytak. Nektek is büszkén kell hordanotok magatokon a kokárdát, és visszatekinteni azokra, akik nagy dolgokat vittek véghez azért, hogy mi most itt ünnepeljünk. Így emlékezzünk rájuk, még sok-sok éven át. Kérem, kövessétek figyelemmel a 6. osztály ünnepi műsorát, a felkészülésben segített Tóthné Szomi Anita táncpedagógus és Fóris Istvánné tanár.
Gyula március idusára. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép, tüzes napok voltak. Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Amely elfárad most a világon. 173 évvel ezelőtt a tavaszi pompa legszebb része, a szabadságvágyának legszebb érzése, tettek, becsület, igaz nemzet szeretet jellemezte azokat, akik összefogtak, bátrak voltak, hogy hazájuk védelmére keljenek. Hitték, ha tesznek, cselekszenek, akkor nemzetük sorsa is jobbra fordulhat. Róluk emlékezünk most. Költők valátok, koldusok, egy száncsapással, egy mérhetetlen távolsággal előzitek meg korotok. Könnyelmű szívvel, lángsugár ívvel a haragos égre csillagot írtatok, most vagy soha. 1848. februárjában Párizsban 100 000 ember kelt fel a gyűlölt király Lajos Fülöp 100 000 katonája ellen. Kitört a párizsi forradalom. Forrong. De mit teszek közben a magyar nemzet?
Dicsőséges nagyurak! Hát hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Új divatúnyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Állatoknak tartottátok a népet. Hát ha most, mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét fogát véretekkel festi meg. Hanem mégse! Atyafiak, megálljunk! Legyünk jobbak, nemesebbek önálluk! Isten neve után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg, becsülettel nékie! Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad, ha elveti kevésségét címerít, s teljes egyenlőségünk elismeri. Nemes uram, ha akartok, jöjjetek! Itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek! Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak, szüksége van mindnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni, szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Petőfi Sándor vagyok, az éj nagy részét ébren töltöttem. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni. A forradalom legelső lépése és egyszeres, mint fő kötelessége szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni, gyerünk! Testvéreim, gyönyörű tavaszt köszöntött velem! Mi magyarok az elnyomás igája alatt sínlődve nem is találhatnánk gyönyörű hónapot a márciusnál arra, hogy mi is kiíjjunk, virágozzunk, új életet hajtsunk. Tudjátok-e, miért vagyunk itt? Eljöttem időnk végre, nem vártunk tovább. Már évek óta érezzük a vénycsúddal elnyomását. Mi már megszenvedtük a sok semmittevést. Hány, meg hány éve várjuk már, hogy a reformok megszülessenek. De mint 20 éve hiába küzdünk, próbálkozásaink kudarcba fulladtak a méltóságok ellenállása miatt. Ez a mi országunk, ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk. Husutapánk jó voltából, tegnap előtt Bécsben is megmozdult a föld. Mettermiknek mennie kellett. Nézzétek, mi reggel páran indultunk a Pilvaxból, gyérmény szerezzünk a sajtószabadságnál, és néhány óra múlva mired belőlük. Rájt tehát, testvéreim! Ragadjuk meg a lehetőséget, és kényszerítsük ki a 12 pontot a Bécsútbartól. Szóljátok mindenkinek! Szóljátok a barátnak és testvérnek, férfinak és nőnek, fiatalnak és öregnek, mert ez lesz a magyar szabadság ünnepe. Vasvári, Irinyi, Jókai és sokszert egyetemista lefoglalta Landerel nyomdáját, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Kinyomtatták a 12 pontot. Ki
Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgára és vallási tekintetben. Nemzeti őrserege. Közös teherviselés képviseletet egyenlőség alapján. Úrbéri viszonyunk megszüntetését. Esküdszéke. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. A magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unióval és Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Délután 3-ra gyűlést hirdettünk a múzeum terére. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze. A legenda szerint itt mondta el Petőfi a nemzeti dalt. Talpra magyar! Ki a haza? Itt az idő, most vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Estére már legalább 20 000 ember vonul zajongva a várba, hogy megnyissa Táncsisnak börtönajtaját. Az a marokkói fiatal toborozta néhány óra alatt ezt a töménytelen népet. A nép diadalmenetben hozta Pestre a jobbágy felszabadítás vezérét, Táncsics Mihályt. Éjjel Táncsics! Pesten vér nélkül győzött a forradalom. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Petőfi naplójából. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet. Ó, szabadságunk! Édes, kedves újszülött! Légy hosszú életű e földön! Élj addig, amíg csak él egy magyar! A nemzetünk utolsó fia meghalt, borulj rá szemfedő gyanánt. Arra a napra emlékeztünk ma, amely elindította a magyar nemzet szabadságharcát. Hajtsunk hát fejet a hősök emléke előtt, helyezzük el az emlékezés virágait. Áldott egy szó, éves,
kezünk azokra, akik vállalták, hogy akár mindenüket feláldozzák a magyar szabadságért. Megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk. Méltán vonulnak be, diadalmasan történelmünkbe. Égjen hát a gyertyalánk az ő emlékükre, dicsőség hőseinknek. Ünnepségünk zárásaként énekeljük el közösen a szózatot. Shake.